Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek Pesterzsébeten a Városháza előtt. Ünnepi műsort a kerület különböző iskoláinak tanulói, a Kis Dunamente toppantó tánccsoport, a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar és Pintér Tibor adtak. A megemlékezésen Szabados Ákos Pesterzsébet polgármestere mondott ünnepi beszédet. Mint ahogy az itt lévő vendégeink is látják, rengeteg gyermek vesz ma bennünket körül, hála jó Istennek, és őszintén büszkeséggel mondhatom a pedagógusok és elsősorban a szülők nevében, hogy Pesterzsébeten ünnepnapjaink során elsősorban a fiatalokhoz szólunk, a fiatalokra támaszkodunk, és ő bennük látjuk a jövőt, ő bennük látjuk a lehetőséget, azt is, amit mi képesek vagyunk és leszünk még megvalósítani, és azt is, amit talán az idő elvett tőlünk, vagy a minket megelőző korosztályoktól. Itt Pesterzsébeten, ma a főváros 20. kerületében mindig is önállóságra törekedő, szabadság szerető népek éltek. Nem véletlen, hogy a mögöttem lévő épületen az a szó szerepel, hogy a Városháza, és ezt mind a mai napig megőriztük, mert van egy egészséges lokálpatriotizmus és egy elkötelezett hazafiság, amely a 48-as gyökerekbe kapaszkodik, és ennek számtalan példáját és emlékét látjuk és tiszteljük ma is itt a kerület központjában, hogy csak a mögöttem lévő Kossuth szoborra mutassak, vagy egyéb rendezvényeink során, iskoláink elnevezésében, és hadd ne soroljam tovább. A mai nap és az előttünk álló hétvége mindenhol az országban és határokon kívül a megemlékezésről szól. Felidézik majd az akkor történt eseményeket, megidézzük azt a múltat, amely hozzájárult nemzetté válásunkhoz, hozzájárult európaiságunk kihangsúlyozásához, és hozzájárult a helyi közösségek együttműködéséhez, a települések fejlődéséhez, Pesterzsébet fejlődéséhez. De mit sem érez közvetlen és személyes élmények nélkül, ezért fontos a pedagógus munkája, ezért fontos a család, oktató, gondoskodó és nevelő szeretete, és ezért fontos, hogy ti gyerekek résztvevői legyetek ezeknek a jeles napoknak, a rendezvényeknek és ünnepségeknek, amely részvételért nem csak nektek, hanem szüleiteknek és a pedagógusoknak is jár a köszönet. Minden ilyen rendezvény, minden ünnepünk hordoz magában üzenetet és tanulságokat, de természetesen a múltat, a múlt gondjaiban alkalmazott megoldásokat a mai viszonyok között, mai napjainkban már nem lehet alkalmazni. De a példa az örök. És örök három dolog, amelyre itt ma több jelképünk is emlékeztet. Az erő, a hűség és a remény. A nemzeti színű szalagokon a piros szín az erőt, a fehér szín a hűséget, a zöld szín a remény szimbolizálja. Engedjétek meg, hogy néhány idézettel is ezt a gondolatot erősítsen valamennyiötök, valamennyiünk számára. Pénzen lehet venni érzékámítást, álmatak csalódásokat, élvezetek fanyad utánzatát, hideglelős gyomor hamis étvágyát, de nem fiatal erőt, akinek gyönyör a tett, mondta Jókai Mór. Erő a piros, amely ott található nemzeti lobogónkon. Hűség, hát a legismertebb szavakat, ha idézem, légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar, ez éltetőcs, ha elbukál, hantyával ezt akar.
Ugye nem kell felidéznem Vörös Marti szavait, hiszen valamennyien tudjátok ezt kívülről is. Vagy Bozzai Pál magyar költő, Mácius ifjak egyike, aki a hűségről így gondolkodott. Hazájukat szerető népek halhatatlanok, élni fognak azok, midőn már nem léteznek is példáikon, utókorok lelkesülnek, az ő emlékezetük egy nemes sugárt bocsát a késő maradékok lelkébe. Ez a nemes sugár, ez a hűség, amely lobogónkon a fehér szín jelképez. És a remény, amely oly fontos gyermeknek és felnőttnek, fiatalnak és idősnek egyaránt. Kell, hogy történjenek olyan csodák, amiket 10 nemzeték megemlegessen. Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősíték. Hát íme a példa, amelyről most az előttünk álló napokban sokat fogtok hallgatni és hallani. Íme a ti példátok, a mai szereplésetek, amely erősít majd benneteket és bennünket, a felkészítő tanárokat, hogy igenis érdemes dolgozni, van eredménye, és jár érte köszönet. Ifjúság, erről szólt 48. március 15-e, és erről szól minden március 15-e azóta. Itt, ennek az országnak határain belül és kívül, mindenhol, ahol magyar szív dobog. Legtöbbször nem tudjuk valójában, mire várunk. Vannak, akik olyan álhatatosan várnak, hogy közben elmúlik az ifjúságuk. Elsuhannak mellettük a lehetőségek, elszáll az életük, és nem veszik észre, hogy valami olyasmire vártak, ami mindig is ott volt körülöttük. A fenébe is. Mikor kezdünk már el úgy élni, hogy megértjük az élet sürgető dübörgését? Ez itt most, ez a mi időnk. Ez a mi napunk, ez a mi nemzedékünk. Nem pedig a múlt valamely aranykora, vagy a jövő ködös utópiája. Ez itt az időnk, akár lelkesedünk érte, akár nem. Ez itt a mi időnk, még akkor is, ha gyakran kiábrándítónak, fárasztónak, unalmasnak találjuk. Ez az élet, ami nekünk adatott, és múlik, múlik. Mi a csodára várunk hát? Mire várunk, barátaim? Minden március 15-e elérkezik. Minden eljöhet, amiért közös akarattal, közös erővel képesek vagyunk küzdeni, képesek vagyunk megharcolni. Veletek együtt, gyermekeink, akikre számítunk és akikre támaszkodni szeretnénk. Piros, fehér és zöld. Erő, hűség és remény. Egy boldog, békés világért, egy szebb, boldog Magyarországért. Talpra magyar híjat, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok. Rabok voltunk mostanák, kárhozottak, ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. A magyarok Istenére esküszünk,
esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Se honnai bitang ember, ki most ha kell, ha mi nem mer. Becsülete. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk. Ide feled régi kardunk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, s mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. Ó, sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság mellett szent neveinket. Figyelem, mindenki! A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Esküszünk. Az ünnepségen sor került azoknak az okleveleknek az átadására, melyeket olyan kerületi diákok vehettek át, akik a közérdekében sok munkát végeztek. Ezután kihirdették a Roma szavaló verseny eredményeit. Az ünnepség végén elhelyezték az emlékezés koszorúit és virágait a Városháza előtti Kossuth szobornál és a Petőfi szobornál.